Mai témáink. Kórházi helyzetjelentés. A helyi gimnázium természetbarát diákköre felhívást intézett a testület felé. Szociális szolgáltatások széles köre városunkban. Új esélyközpont várja a rászorulókat a baptista tevékeny szeretetmisszió jóvoltából. Újra várják a diákmunkásokat az önkormányzatnál és az intézményeknél. Bergen-Gócia Fesztivál újra töltve a Tiszaparton. Széles kulturális kínálat várja az érdeklődőket városunk minden területén. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Beszéljünk róla című műsorunk 2023-as negyedik adását látják. Itt van velem a stúdióban állandó beszélgető partnerem, városunk polgármestere Filip Sándor. Nagy tisztelettel köszöntöm a Lamin Televízió nézőit. A májusi testületi ülésen egy nagyon komoly és megfontolandó felhívással fordultak a testülethez a helyi gimnázium természetbarát diákkörének tagjai. A kérésük az az volt, hogy a helyi menzákon lehetőleg egy nap legyen húsmentes nap, illetve hogy a termékeket, az alapanyagokat, azt lehetőleg helyi termelőktől vásárolják meg az adott intézmények. Tud-e valamit tenni az önkormányzat ezzel kapcsolatosan? Tehát vannak-e olyan lépések, amelyeknek megtételével hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy ezek a kérések picit védjék a környezetünket is? Eleve nagyon fontos volt, hogy ezt diákok kérték tőlünk. Tudjuk azt, hogy a diákság mindig is öntudatos volt, és azt is tudjuk, hogy ezért mindig ott vannak a háttérben azok a személyiségek, így Tóli Zoltán tanár úr, aki odafigyel mindig a saját kis közösségére, a saját szakkörein belül is arra, hogy a fiatalok hogyan és miként cseperednek föl, de azt is tudjuk, hogy a diákság próbál egészségesen élni, és ennek hangot adtak. Megmondom őszintén, rendkívüli volt az, hogy a testületi ülés elején hagytuk úgymond, hogy ezeket elmondják, mert mi is fontosnak érezzük azt, hogy hogyan élünk, hogyan táplálkozunk, mit teszünk meg nap mint nap. Épp ezért számunkra is fontos volt az, hogy ha valaki esetleg a testületi ülést megnézi, akkor már az elején pontosan ebbe ütközön bele, de megállapodtunk abban, hogy ha bármelyik egyesületnek vagy civil szervezetnek lenne a jövőben ilyen kérése, akkor azt mondja, a testületi ülés végén, de a téma fontosságával való tekintettel egyeztetéseket kezdeményezünk Koncedinával, aki most már ezúton is gratulálunk neki, ismét intézményvezető, és a közétkeztetés, mint egy kiemelt feladat, az ő munkáját is erősíti, és ő is a mindennapokban odafigyel a közétkeztetésre. Megnézzük annak lehetőséget, hogy a diákság kérését hogyan tudjuk beépíteni az étrendünkbe. Szeretnénk azt, hogyha vásárosnyilván a diákság egészségesen táplálkozva tudna felnőni. De egyébként is nyitott kapukat döngetnek a fiatalok, hiszen a Vitkában megtermelt zöldségeket is használják, ugye, a konyháink? Így van. Ez nagyon fontos, hogy a közfoglalkoztatásban mi továbbra is foglalkozunk növénytermesztéssel, zöldségtermesztéssel, és a saját zöldségeinket használjuk a saját konyháinkon. Ennek tükrében, mivel a Lúnyaiban lévő konyha, a Vitkai, illetve a óvodában lévő konyha, elnézést, a Gergőgornyán lévő konyha az, ami üzemeltetésünkben működik, és ezeket a zöldségeket és általunk megtermelt dolgokat ott felhasználjuk, és ezek reményeink szerint azért egészségesek, nincsenek túl permetezve, hanem tényleg odafigyelünk arra, hogy egészséges alapanyagokból egészséges ételeket tudjunk készíteni. A 2000 fő feletti településeknek jogszabályi kötelezettsége, hogy szociális szolgáltatási koncepciót dolgozzanak ki, és hogy ezt két évente felülvizsgálják. A koncepciónak az a célja, hogy minden városlakó hozzájusson ahhoz az ellátáshoz, ami garantálja az ő szociális biztonságát. Vásárosnöménynek melyek azok a feladatok, amelyeket a jogszabályi kötelezettség miatt teljesít, illetve vannak-e olyan területek, amelyek a helyi adottságok miatt fontos, hogy segítséget nyújtson bennük az önkormányzat? A város szociális érzékenysége igen mély, hiszen odafigyelünk az elesettekre, odafigyelünk a gyermekekre, idősekre, a rászulókra. Épp ezért egy 2004-es dokumentumhoz nyúltunk most hozzá. Időnként ezt mindig leporoljuk, frissítjük, és ugye ezzel két évente további feladataink is lesznek. Nagyon fontos az, hogy
azokra, akik valamilyen úton módon még érzékenyebbek és kaptak egyfajta ellátást, azt a jövőben is tudjuk majd biztosítani számukra, legalább ugyanazon a szinten, vagy mindig fejlesztve, erősítve azt. Itt a közétkeztetésben, az általános étkeztetésben, hiszen nagyon sokan rendelhetnek akár intézményünktől, akár egyházi intézményektől élelmet, kimondottan kiemelten ebédet, ezen kívül a szociálisan rászorulóknál mindenképp az időseket kell említenünk. Tudjuk azt, hogy egy olyan idősek otthona működik a városban, amely túlnőtt önmagán, hiszen jelenleg 28 idős van ebben az otthonban. Látjuk és halljuk azt is, hogy az ápolási osztály bővítésével, erősítésével mintegy 20 és 60 fő kerülhet egy másik fenntartóhoz, az SZJF-hez majd a jövőben. Ez is egyfajta idős gondozást jelent majd, de nagyon fontos az is, hogy a rászorulókra, akik esetlegesen pszichiátriai kezelésre szorulnak, vagy olyan szociális problémákkal küzdenek, mint alkoholizmus, vagy olyanokkal, akiknek nincs meg az a családi segítségnyújtás, akik napi szinten oda tudnak rájuk figyelni, tehát a fiatalok elkerültek a városból, egyedül az idős, akkor igenis a nappali segítségnyújtáson keresztül próbáljuk megsegíteni a mindennapjaikat. Ilyenkor a nyári melegben is és a téli időszakban is. Tudjuk azt, hogy a télen is nagyon fontos volt az, hogy még véletlenül se legyen kihűléses áldozata az időjárási viszonyoknak, épp ezért nagyon fontos az egymásra történő odafigyelés, de ennek megvannak az intézményi keretei. Ennek tükrében mi a jövőben is mindenképpen azon leszünk, hogy a szociálisan rászorulókat tudjuk segíteni azokon az intézményi rendszereken keresztül, amelyek egyre erősebbek, és mindenképpen hadd idézek ebből a koncepcióból néhány gondolatot, ami nagyon fontossá teszi azt, hogy kikkel foglalkozunk. Maga a tartalmában is fontos arról szólnunk, hogy ez egy olyan tanulmány, amely a jogszabályi hátterekre építve és épülve tartalmazza a városunk elhelyezkedését, regionális szerepét, közlekedési és megközelhetőségi viszonyainkat, lakáshelyzetünket, közművesítettségünket, infrastruktúránkat, a társadalmi demográfiai jellemzőket, a gazdasági jellemzőket, egészségügyi jellemzőket, az egészségügyi ellátórendszer bemutatásra kerül ebben az anyagban. Nagyon fontos a gyermekvédelmi rendszer, gondolok itt a családsegítő központra és a családsegítő hálózatra, a szolgálatra, a szociális ellátórendszerünk bemutatására. Ezen kívül a szociális szolgáltatások és ellátások fejlesztése terén is több pontban foglalkozik az anyag azzal, hogy mit és hogyan kell ellátnunk. Én javaslom mindenkinek, hogy aki mélységében szeretne ezzel az anyaggal megismerkedni, városunk honlapján ezt megteheti. De az ellátottak köréről mindenképpen el kell mondanunk azt is, hogy több olyan terület van, amivel mi kiemelten foglalkozunk. A pénzbeli és természetbeli ellátások terén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, a gyermekétkeztetéssel foglalkozunk, aztán a személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátások körében a gyermekjóléti szolgáltatással, a gyermekek napközben ellátással, a bölcsődével, heti bölcsődével, a gyermekek átmeneti gondozásával, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival is a biztos kezet gyerekház keretében is foglalkoztunk. Ahogy ez az anyag is hűen tükrözi, a legkisebb kortól, tehát a gyermekkortól kezdve, szinte bölcsődés kortól kezdve, egészen időskorig próbálunk szociálisan érzékenyek maradni, és odafigyelni, segíteni rá szokatlan. És ebből a helyzetfelmérésből kiderül-e olyan, hogy van-e olyan terület, ami kifejezetten a mi sajátosságunk, amire jobban oda kell figyelnünk, mint akár egy másik településnek? Én úgy érzem, hogy az általánosságban jól állunk, tehát minden területen megvannak azok a továbbfejleszthető lépések és módszerek, amelyek adottságainkból tükröznek. Talán az lehet egy érdekesebb, hogy hány település részből állunk, és minden település résznek más az adottsága. Másképpen kell odafigyelnünk a Perényi tanyán élőkre, mint ahogyan mondjuk a Vitkai vagy Gergely-Mugani település részen élőkre, és ugyanakkor a központi szerepből adódóan egyszerűbb és hamarabb odaérhetünk a városközpontban időkre. Épp ezért adott az a feladat, hogy mindenki egyenlő a városban, tehát aki igényli, arra jövőben is figyeljünk oda, és oda is fogunk figyelni. Még egy kicsit mindig szociális terület, a Baptista Tevékeny Szeretet Missziónak megépült az Új Esély központja itt városunkban. Ennek a megnyitóján te is beszédet mondtál. Milyen feladatot vállalnak ők fel, vagy akár át a várostól, és miben tudják segíteni a működésünket?
Ugye ez a két kérdés nagyon szorosan összekapcsolódik, és nagyon jó, hogy egymás után tetted föl. Mindenki láthatta ezt a szép épületet, amely a Kossuth utcán található, hogy helyileg is mindenki érzékelje a Kossuth 21 szám alatt. Egy olyan épület, ami már kívülről is vonzza a tekintetet, és amikor először bent voltunk jegyzőúrral, és megnéztük az ott dolgozókon keresztül azt, hogy mivel fognak foglalkozni, és hogyan rendezték be ezt, akkor láttuk, hogy valóban minden a helyére kerül. Egy olyan intézményről van szó, amely 14 éve a városunkban van már, és mintegy 12 négyzetméterről, közel 350 négyzetméteren, vagy nem, bocsánat, 430 négyzetméteren dolgoznak most. De ez azt jelenti, hogy 35-szörösére növekedett a területük, az a terület, ahol ellátják az adott betegségben, a szociális rászorultságban, akár az étkeztetésben rászorulókat, de hogy mivel foglalkoznak, az országosan nyújtott szolgáltatásaikat nem mondanám elsorjában, inkább azt, és azért is kérek egy kis segítséget a írástól, mert számokat is szeretnék most mondani, hiszen Nagy Klárától, az intézmény vezetőjétől, aki nagyon korrekt módon építette föl a teljes rendszert, egy olyan szakmai stábot épített föl, hogy öröm volt látni és hallani őket, nem csak azért, mert egy csodálatosan szép dallal mutatkoztak be, hanem azért, mert látszott az, hogy mindenkinek megvan a saját területe, és mindenki otthon van és tovább képezte magát ezeken a területeken. Nézzük akkor a Naményi Intézmény által nyújtott szolgáltatásokat. A házi segítségnyújtásban jelenleg 315-en vannak, 2009. február 1-től foglalkoznak ezzel a területtel. Az étkeztetésben 300 főt látnak el, jelenleg ez azt jelenti, hogy már 7 esztendeje 2016-tól. Szenvedélybetegek nappali ellátásával 50 fővel foglalkoznak 2016. novemberétől, szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátásával 2018. novemberétől foglalkoznak, míg 2023. februárjától az új esélyközpont. Ezt nagyon jó, hogyha megjegyezzük ezt a nevet, mert eleve bizalomkeltő, hiszen új esély, senki se keseredjen el, ha esetleg olyan hibába esik, amiből önmagától nem tud kimászni. Ezek a itt dolgozó kollégák, kolléganők segíteni fognak. Tehát a szenvedélybetegek nappali ellátásával foglalkoznak 50 fővel, míg pszichiátriai betegek nappali ellátásával is szintén 50 fővel tudnak foglalkozni. És mindenki hogy lehet hozzájuk bejutni? Tehát, hogy bemegyek az utcáról, mert úgy érzem, hogy problémám van, vagy kell egy szakember, aki engem odaküld? Mind a két forma működik, de az is jó, hogyha a család veszi észre azt, hogy a családban esetleg van valakivel ilyen probléma, mert nyilván nem szabad megkerülni az érintett beteget vagy családtagot, mindegy, hogy hogyan nevezzük, de valamilyen úton módon oda kell jutnunk, hogy igenis van segítség. Ma például volt nálam egy néni a Vitkai település részű és az étkezésben kért segítséget. Nyilván ebben az önkormányzati rendszerünk keresztül is tudunk segíteni, de a tevékeny misszión keresztül is, és nagyon korrekt volt a vezetője, jeleztem azonnal visszajelzett, és meg fogják keresni a nén. Tehát az is működik, hogy bejelentés útján, de hogyha, ha, és akkor ők kimennek, vagy az is lehet, hogy a család jelzi mindezt, hogy gond van. Az a ritkább van kerül hogy sor, valaki hogy valaki magától. Önmagától úgy érzi, hogy most már ő az alkohol rabja lett, és akkor elmegy és bejelent, hogy akkor ezt a problémát oldjuk meg valahogy. Még egyszer mondom, figyeljünk egymásra, mert ez nem bűn, ez nem szégyen, hogyha valaki beteg. Azzal kell most már tudomásul lenni, hogy Vásárosnaimban, hogy az előző kérdés kapcsán a szociális háló igen széles körű, ennek egy területét és egy széles sávját viszi magával a baptista tevékeny misszió is, és azt is látom, hogy az egyházak is szerepet vállalnak ebben, mind a református, mind a római, mind a görög egyház, akik jelen vannak, és a baptisták pedig élen járnak, és nem reszketelkedtem ott sem elmondani, hogy a baptista egyház maga, mint olyan azért annak idején is itt volt a városunkban, és talán egyházak közül elsőként nyújtott segítséget intézmény átvételével, és lám most ezek a dolgok megújultak, és több egyház saját intézmény működtet. Épp ezért én arra kérek mindenkit, aki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, az bizalommal fordult hozzánk, és az egyéb ilyen jellegű szervezetekhez is, mert senkit sem hagyhatunk egyedül, és tényleg új esélyt kell, hogy adjunk mindenkinek. Nagyon sokszor beszélünk itt is arról, illetve te is mindig említést teszel róla, hogy a megyei közgyűlés tagja is vagy, és hogy ott feladatokat látsz el. Mit teszel te ott, illetve mit tudsz tenni, akár úgy is, hogy lobbizol értünk a városért? Én élvezem ezt a munkát egy dolog miatt, engem ez a város ütetett oda,
Tehát ebben a városban és ebben a térségben voltak olyan szavazati arányok irányomban és a Fidesz-KDNP irányában, hogy azt kevesen tudják, de a megyei listán Sesták Oszkár elnök úr után én voltam a második. Tehát ez azt jelenti, hogy dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő elismeri a városban folyó munkát, és nyilván itt nem tehet oda minden egyes lakost, mind a 9000 embert, ezért azt kellett, és azt az ember tette oda, akiben ő megbízik, és aki úgy vélte, hogy rászolgált arra, hogy ott képviselje a város és a térséget. Ez egy óriási megtiszteltetés és nagyon komoly kihívás. Én a Terület és Vidékfejlesztési Bizottságnak vagyok egyébként az elnöke. Én már sok esztendő előző ciklusban is ezt a megbízatást vihettem. Itt nagyon sok dolog mellett a terület és településfejlesztési pályázatokról, a topos forrásokról, a top plusz forrásokról is döntünk, megalkotjuk a megyei koncepciót, több területen dolgozunk a fejlesztéseken, korábbi pályázatok lezárását segítjük elő, és ott vagyunk minden olyan kérdésben, ami a vármegye fejlesztésére irányul, elég komoly döntési helyzetben, hiszen ha csak belegondolok abba, hogy több polgármesterrel együtt dolgozunk a bizottságban, több korábbi kiemelt megyei képviselő, vagy országgyűlési képviselő, vagy volt pénzügyminiszter is a bizottságban dolgozik, akkor az alátámasztja azt a szakmai munkát, amelyet sokszor a politika fölé tudunk emelni, és valóban a vármegye lakosságáért, a vármegyei településekért közösen döntünk, és jutunk konszenzusra, mert látjuk azt, hogy minden egyes forint, amit ide tudunk hozni a megyébe, minden egyes forint, amit ide tudunk hozni a városba, az ennek a térségnek a gyarapodását szolgálja, és úgy vélem, hogy ez egy olyan kihívás, aminek nap mint nap meg kell felelni, és én azt is elmondhatom, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a megyei közgyűléssel, a bizottságokkal, elnök úrral, jelzőrral, alelnök urakkal, úgy hiszem, hogy látják azt, hogy ebben a térségben elindult valami, és ez a lakosság szeretne ebből minél többet profitálni, hiszen tett is érte, mert próbál megbecsülni az ide hozott forrásokat. Ez az egyik terület, amiben dolgozom, ezen kívül a Szilárd Tulajdoni Gazdálkodási Társulás pénzügyi bizottságának vagyok az elnök. Ez egy 5 fős bizottság, amelyen mindig döntünk előzetesen azokról az előterjesztésekről, amelyek a Szilárd Tulajdoni Gazdálkodási Társulás dolgaival kapcsolatosak, illetve a megyei önkormányzatnak a különböző egységeiben eldöntendő feladatokról. Döntünk itt kimondottan, az ügynökség munkája tartozik még hozzánk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei fejlesztési ügynökségnek a munkája, annak működése, és itt ezeken az üléseken is megalapozott döntéseket próbálunk hozni, és ezt visszük a tanácsülés a tanács elé. Ezen kívül most már egy ideje a Megyei Értéktár Bizottságnak vagyok az alelnöke, amelynek az elnöke Baracsi Endre barátom, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés egyik alelnöke, és próbálunk itt együtt dolgozni, odafigyelni az értékeinkre, felhívni a figyelmet az értékeinkre. Nem kis munkánk volt abban, hogy a Berei keresztszemes ugye tavaly hungarikummá vált, nagyon sok gasztronómiai csoda, így említsük meg azért a pálinkáinkat is, ott vannak a palettán, hiszen a megyéből, ha jól emlékszem, 4 olyan pálinka fajta van, amely már hungarikummá vált. Tehát dolgozunk azon, hogy mind az épített környezetből, mind az ember által készített csodákból, gondolok itt a Berei keresztszemesre, vagy a különböző ételekre, italokra, hagyományokra, vagy akár kulturális közösségekre, mind-mind megbecsülésnek örvenjenek, és bekerüljenek először a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba, majd pedig váljanak hungarikummá. És volt-e olyan, amikor úgy érezted, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok, mert most tudok a városnak valami olyat hozni, annak lévén, hogy a közgyűlés tagja vagyok? Igen, mert hogy az ember mindig próbálja azt, hogy teljes széles körben odafigyelni a vármegye dolgaira, de az vesen rám követ, aki azt mondja, hogy az hiba, hogyha csak Naményra gondol. Hát igen, én mindig gondolok Naményra, Vásáros Naményra, az ítélőkre, és azért a keresztemes kapcsán, amikor be tudtuk mutatni, amikor föl tudtunk menni Budapestre, amikor tényleg olyan helyekre jutunk el, amikor szólhatunk arról, hogy igen, mi innen jöttünk, Vásáros Naményból, a Bereg szívből, azokkal mindenképpen jó leső érzés. De most legutóbbi ülésünkön pontosan a Schmidt Sándor által alapított 50 éves fafaragó tábornak sikerült egy díszoklevéllel kedveskednünk, de úgy hiszem, hogy az elmúlt 50 esztendőben ők kedveskedtek nekünk, úgyhogy hamarosan átadásra kerül majd az elismerés is, de dolgozunk azon, hogy megismernek bennünket. Ugyanakkor itt gyermeknapon is én mentem tovább,
és gyermeknapon, amikor Pünkösd első napján a keresztszemest mutatták be a mai divatba, divattal ötvözve a Beregi Múzeum dolgozói, az is örömteli volt számomra, hiszen tudom azt, hogy valahol a háttérben ott van az a munka, ami által itt lehetünk. Nagyon régen beszéltünk már a Gólyafészek programról. Van-e most lehetőség még abban a projektben a fiataloknak bármilyen támogatáshoz jutni? Úgy emlékszem, hogy most zárult le a pályázati benyújtás határideje. Újra kiírtunk 8 lakást, ebből 2 lakóház és 6 lakás, igen. A pályázatok beérkeztek, úgy emlékszem, hogy 7 pályázat érkezett be talán, és ennek a sikere induláskor még nagyobb volt, hiszen akkor anyagi ösztönzésre is volt lehetőség. Most jelen esetben már csak a csak, ugye ez is óriási dolog, hiszen 2 esztendeig lehet ezekben a lakásokban úgy élni, hogy nem kell csak a rezsiköltséget fizetni, ezért albérleti díj nincsen, úgyhogy mindenki 2 évig meg tudja alapozni a jövőjét azzal, hogy a vásárosnaimban ma olyan 50-60 ezer forintos albérleti díjakat, hallottam ettől már nagyobbakat is, 80-90-et is, meg tudja spórolni, hogyha csak egy átlag 60 ezer forinttal számolunk 2 esztendő alatt, az is jelent valamit. Én azt látom, hogy a Gólyafészek projekt befutott, sikeres, még így is, hogy a lakások maradtak úgymond meg, de hát ez óriási anyagi előrelépés a városnak, hiszen tantermekből alakítottunk ki lakásokat, 5 darab lakást alakítottunk ki, ott egyet feljutottunk, ez volt a 6., és 2 pedig a szőlőskertben található, és úgy vélem, hogy az ingatlan állapotának a megőrzése, felújítása után ezek a fiatalok tényleg tudnak maradandót alkotni, itt maradnak a városban, és többen szerettek volna még fél évet, néhány hónapot maradni, de hadd mondjam el, nagyon, tehát ha rajtam múlna, tőlem maradhatnának, és szívesen segíteni őket azzal, hogy még 1-2 hónapig maradjanak, de tudtak közben ingatlant vásárolni, rendbe kell tenni, ki kell festeni még, de nem tudunk ezen hosszabbítani, minket is kötnek a szabályok, de azt látom, hogy mindenki hálás szívvel gondol azokra a hónapokra, évekre, ameddig ezekben a lakásokban tudták megalapozni a jövőjüket, úgyhogy hamarosan bírálunk, döntünk, és egy tehát akkor megint kapnak új esélyt. Igen, megint kapnak igen lehetőséget. 7-8-an attól függ, hogy meg lesz a 8 pályázó, vagy csak marad a 7. És akkor még maradjunk mindig a fiataloknál. Minden évben nagyon várják már, hogy az önkormányzatnál, vagy az intézményeknél diákmunkát vállaljanak a fiataljaink. Hogy látod, van már lehetőség arra, hogy jelentkezhessenek esetleg? Akár lesz, akár nem, mi már indultunk, de biztos vagyok benne, hogy lesz diákmunka, tehát én nem hiszem azt, hogy most a diákmunkásokra lenne szükség ezen a nyáron, úgyhogy mi már elkezdtük azt, hogy aki szeretne diákmunkát végezni a nyár folyamán, július 1-től és augusztus 1-től 2 hónapot tervezünk, akkor ők már regisztrálhatnak Hetenyé Balázsi Marit kolléganőnél és Sorsolyánál, és amint kapunk információt, milyen létszám, milyen bérrel, akkor azonnal jelezzük számukra, és ezúton is ösztönzünk mindenkit arra, hogy aki szeretne értelmes diákmunkát végezni, az mindenképpen jelentkezzen az önkormányzatunknál. Tudom, a testületi ülés végén is nagyon sokat beszéltél róla, de muszáj itt is, hogy ismét szót ejtsünk arról a témáról, ami gyakorlatilag mint egy ilyen tűzfészek van évek óta a városban. A kórház helyzetéről szeretnélek kérdezni, van-e valami új információt? Teljesen új információm nincs. Beszéltem dr. Szűcs Attila főigazgató úrral, sajnos orvos problémákkal küzdenek a röntgen a tüdőgyógyászat tekintetében, tehát a tüdőgyógyászati rész, a régi tüdőgondozó nagy valószínűséggel Kukuj főorvos úr távozásával így most egyelőre nem üzemel július 1-től, de ezt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom, hogyha orvost sikerül szerezni a kórház vezetésének, az akkor hogyan és miként indulhat újra. Azt hallottam, hogy főorvos úr ezúton is megköszönve a munkát, hiszen nagyon sokan szerették, tisztelték őt, szakmaiságát, hozzáállását. Ő Kisvárdára fog átmenni a kórházba, és ott végzi majd a munkát, ahol egyébként is átjárt már heti egy alkalommal, de úgy tudom, hogy ott folytatja július 1-től, de a kórház nem zár be. Tehát azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy a kórháznak a szakrendelései tovább erősödve megvannak, a szakrendelések működnek, a belgyógyászat sem zár be, mindenki azt mondta, hogy február 1-től, hogy a Vásárosnagyban belgyógyászat nincsen, SLÁM működik. Tovább tudtuk erősíteni a belgyógyászati osztályt, és még várunk egy doktornőt, Kárpátaljáról, még nem tudott átjönni,
de Kenza doktornő már itt van, egy marokkói rezidens hölgy, aki egyre jobban beszéli a magyar nyelvet, egyre szívesebben él itt Vásárosnaményban, és az ő személyével is erősödött a belügyászati osztályunk. Nagyon sokan kérdezik tőlem a laboratóriumot, a labornak működnie kell, hiszen azok az ellátási formák, amelyek szakrendelésként működnek, szakrendelőként működnek, azok feltételezik azt, hogy a labornak ott kell lennie. Nyilván komoly, nagy laboratóriumokra mindenhol nincs lehetőség, de az, hogy egy vért levegyenek és majd innen tovább vigyék, elemezik, aztán pedig a rendszerbe föl tudják tenni az eredményeket, ennek működnie kell, úgyhogy folyamatosan konzultálunk, és én továbbra is mondom azt, hogy a Vásárosnaményi Kórház működik. Nyilván ez már soha nem lesz az, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy olyan lesz, mint 95-98 előtt vagy akkor. Nem. Nekem a két fiam itt született, én büszke vagyok arra, hogy Rád főorvos úr személyében ugye nagyon sok anyuka adott életet gyermekének, így volt az én, volt feleségem is, aki tényleg itt szülte meg a két gyermekét, az óriási dolog, de azt tudjuk, hogy az idő elment felettünk. Senki nem gondolhatja komolyan azt, hogy jelen helyzetben 20 kilométerenként mindennel felszerelt kórházak vannak és lehetnek, de az egészségi biztonságunk érdekében én küzdeni fogok azért, hogy a Vásárosnaményi Kórház mindig is üzemeljen, mindig is tudjon bemenni a beteg, és mindig is tudják ellátni őt. És e kapcsán hadd mondjak el valamit. Én rég kaptam már, nem vagyok hozzászokva, hogy az ember vállát veregetik, hogy ne, ez most jó döntés volt, de amikor a mentőseinkkel találkozom, akár egy gyermeknapon, akár csak a városban jövök, megyek, vagy éppen összefutok dr. Barát Zoltán doktor úrral, és megköszönik azt, hogy ez a város korrekt módon járt el a házi orvosi ügyeleti rendszer átalakításánál, mert a központi orvosi ügyeleti rendszernél mi átadtuk az ingatlant, átadtuk a felszereléseket, kötöttünk egy megállapodást, egy 3 éves megállapodást, melynek tükrében az OMS és az ügyetet ellátó orvosok együttműködve látják el a betegeinket. Nyilván mindig lesz olyan, aki ezzel az ellátási formával elégedetlen, de azt hallom, hogy nagyjából minden a helyére került, és mindenki attól tartott, hogy ez a rendszer nem lesz jó, és elmondták, hogy az előző rendszer is próbált hatékonyan működni, jól végezte a dolgát, de erre sikerült egy kicsikét rátenni, hiszen a mentőorvos és az orvos jelenléte tovább erősíti azt a szakmaiságot, azt a egészségi biztonságot, amely jár, mondjuk ki őszintén, jár a beregi, a szatmári és a felsőszabolcsi betegeknek is. Nyilván itt mi kimondottan a beregre koncentrálunk, nyilván itt mi a saját lakosságunkra koncentrálunk, de úgy vélem, hogy ez mindenképpen egy pozitív lépés volt ebben a tekintetben. Erről egyébként a megyei közgyűlésben is szóltam. Megjegyzem, vannak olyan járások, ahol nem volt ilyen zökkenőmentes ez, de mi mindent megtettünk, és hadd köszönjem meg Nagy Tímának, aki a kistérségi fejlesztési oda vezetőjeként, igenis odaállt mellé, és tudta, hogy mi a teendője. Velem is sokszor voltak vitái, de mindig sikerült meggyőzni őt arról, vagy neki engem, hogy itt most mi a fontosabb, mi a szakmaiság, és mi a betegnek az érdeke. Úgyhogy és akkor a tüdőgondozó kapcsán mondtad, hogy Kukui főorvos elmegy innen. És akkor a tüdőgondozó sorsa mi lesz? Ezt a részét nem tudom. Nyilván mindenképpen hasznos lenne egyszer olyan szakembert is elhívnunk, beszélünk róla, aki tényleg vagyok olyan... Hát csak hogyha, tehát hogy néha ti sem vagytok a megfelelő információ birtokában, nem biztos, hogy nekem esetleg, nem, vagy velem megosztanának olyan információkat. Nem biztos, hogy nem. Tehát mi mondom, tehát heti kapcsolatban vagyunk, sőt, hogyha ilyenkor fölhívom, és nem tudja felvenni igazgatót, akkor utána biztos, hogy visszahív. Egy a gond, és ezt sajnos nem tudom mit kezdeni. Meg hát kell nézni, hogy hány orvos végez, hány marad Magyarországon, és meg kell nézni azt is, ami a város probléma, Turóczi Zoli bácsi halála után, tehát Turóczi doktor főorvos úr halála után 3 év telt már el, Isten nyugosztály, és nem jött még, nem akartunk, nem is volt jelentkező a praxisára, hála Gerzon főorvos úrnak, igyekszik ellátni ezt a területet, de ez nem megnyugtató senki számára sem, így a mi számunkra sem. Újra lesz Bergen Gócia Fesztivál a Tiszaparton. Tavaly nagyon sokan látogattak el erre a rendezvényre, ennek ellenére kapsz érte hideget, meleget. Ki ennek a rendezvénynek a főszervezője, és hogyan áll a háttérben a város, mint segítő? Illetve ha ezekre a kérdéseimre válaszolsz, akkor utána invitáljuk majd ezekre a programokra a város lakókat és a tévénézőket. Lassan 13 év után az ember megszokja azt, hogy hideget, meleget kap akkor is, hogyha éppen nem is olyan tehet róla, de hát ezért vagyunk, hát köszönöm, bírjuk.
Megmondom őszintén, hogy nekem a zárnapi sokadalom nekem szíven csücske, tehát én nem tettem még le most sem arról, hogy legyen még zárnapi sokadalom a régi helyszínen, de szögezzük le, hogy a Bergen-Gócia Fesztivál ez egy egészen más dolog, ennek csak egy szelete a Zoárd kapitányra való emlékezés, a történelmi, vagy igaz, vagy nem múltra történő emlékezésünk, hiszen most is lesz jurta, lesznek honfoglaló ősi ruhába öltözött embereink, itt lesznek az íjászaink, itt lesznek tényleg a hagyományunkat ápolóink is, de itt többről van szó, tehát itt megjelenik a mesés bereg, a mesés múlt, nem véletlenül találta ki, és nevesítsük, elbírja Inksicei Zoltán barátunk a Bergen-Gócia Fesztivált, és megszólítja kicsiket, nagyokat. Levittük a Tiszapartra, mert be kell látnunk, a Tiszapartra csak akkor van valami, hogyha az önkormányzat oda valamilyen programot telepít, ott vagyunk, akár a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ, akár a Bixe, akár az önkormányzat, akár a Turinfor, akár a sportegyesületek, de a helyi vállalkozóink nem igazából szállnak be ezekbe a programokba, pedig hogyha egyszer megkeresnének és elmondanák, hogy polgármester, még kellene még egy koncert, összedobtunk x milliót, és akkor hozzunk már még egy koncertet le. Hát egyszerűbb ugye arra várni, hogy majd az önkormányzat, majd a Bixe, pedig el kell mondjam, hogy itt a helyi középvállalkozások és nagy cégek adóbevételei nélkül nem igazán tudnánk rugódozni, hiszen nem lennének bevételeink, és tévedés azt hinni, hogy a tiszaparti iparüzési adóbevételt oda kell, hogy tegyük a Tiszapartra. Nem kell, mert egyrészt az valljuk be őszintén nem is olyan nagyságrend, amiből milliós koncerteket lehetne szervezni, másrészt annak a költségvetésünkben megvan a helye. De mi azon vagyunk, hogy a Tiszapart éljen, virágozzék, és a Bergen-Gócia Fesztivál keretében, amely számtalan koncerttel, kirakodóvásárral és még ma is ötletelgetések kapcsán újszerű dolgokkal áll majd elő. Én egy programot emelnék ki, hiszen az Edda koncert mindenképpen megérdemli azt, hogy ezen a 7-e, 8-e, 9-ei napokon júliusban itt legyünk majd. És azt is látom, érzékelem, hogy sokan, különösen idősek jelzik azt, hogy nekik kényelmesebb volt az, hogyha a városközpontban, itt a Kraszna parton volt rendezvény. Nekik azzal próbálunk kedveskedni, hogy több programot itt a városban tartunk meg az idén, és tartottunk már meg az idén, hiszen a tavaszi zsongás, a gyermeknap, ami azért kicsiket és nagyokat is megmozgatott, aztán az augusztus 20-ai programok, azok mind-mind itt valósulnak meg, és a Bergen-Gócia Fesztivál lesz az a háromnapos fesztiválunk, illetve egy 26-ai nap augusztusban, amikor egy családi napot próbálunk meg megvalósítani, inkább sport jelleggel, amikor a Tiszaparton is lent vagyunk. Összességében a Tiszaparton egy olyan új Tiszapartra történő, még egyszerűbb és még izgalmasabb lejutással kedveskednénk egy olyan ötlettel, amellyel Adó Remél a képviselő úr állt elő, és szerintem ez egy támogatható ötlet volt, és egyeztettünk is a fafaragókkal, hogy a Krasznától a Tisza sétányon keresztül jussunk le a partra, azaz a kerékpárúton helyezzünk ki padokat, és ezeket a padokat 200-300 méterenként elhelyezve szépen átvezetjük a tiszai túlsó oldalán, lemegyünk a régi úton, ahol az én gyerekkoromban néhány évvel ezelőtt lejártunk, leszázúzózzuk a területet, majd ez egyébként megtörtént, és betonszelementekre fogunk kihelyezni padokat. Miért pont 15-öt? Bélának az volt az ötlete, hogy a Petőfi 200-ra emlékezve a Petőfi Sándor Tisza című versét a pad támlájába ők belevésik, és akkor aki elindul, az a verset is el tudja olvasni, ha elfáradt, le is tud ülni. Nyilván teszünk ki néhány szemetest is, tudjuk azt, hogy azért ilyenkor valaki megiszik egy pohár vizet, vagy éppen eldobna egy szemetesbe, ha lenne szemetes is, ezért lesz, egy papírzacskót, egy papírtasokot, vagy bármit. De ez egy újszerű kezdeményezés, hogy a Krasznától a Tiszáig lejutunk a Tisza című versen keresztül, és bízunk abban, hogy ezáltal, hiszen én úgy vagyok, ha valamit számolok, így úszás közben is, akkor hamarabb telik az idő, és hogyha tudom, hogy már 14. verszaknál járunk, akkor mindjárt lent vagyunk a Tiszaparton, eszünk egy jó halat Zsoltinál, vagy éppen megnézzük a vizet, vagy megmártunk. Vagy ott vagyunk a Bergen-Gócia Fesztiválon. Bergen-Gócia Fesztiválon, és ezek a padok pont úgy vezetnek majd le, hogy épp a jurtához, és úgy tervezzük, hogy talán a kirakodóvásárt is bevinnénk a belső részre. És egyébként ez a
Háromnapos program, majd egy hetes lesz, ugye erről mi kevesebbet szólunk, de megvárjuk, míg Incsi Zoltán és csapata, elnök úr és csapata kibontakozik, és elmondják majd azt, hogy milyen kulturális programokra kerül még sor egy-két beregi településen, milyen koncertek, egyébként a Facebookon fönt van már a fellépők sora, és a vasárnapi nap pedig a sporté lesz. Ekkora tervezünk az első sárkányhajó versenyünket az idén, ahol a két saját hajónkkal lehet majd versenyezni, 10 fős csapatoknak egy kormányossal, tehát 10 plusz egy fő, illetve egy dobossal, tehát összességében 11 fős csapatok jönnek majd, a kormányos azt mi majd biztosítjuk. Számítunk a helyi csapatokra, nyilván azokra is, akik távolabbra jönnek, Tuzsér biztos, hogy el fog jönni, és úgy hiszem, hogy jó kis nap lesz, de nem csak ez egy nap lesz majd ilyen, hiszen augusztus 26-ra is tervezünk majd egy olyan aktív turisztikai napot, ahol sárkányhajózás, bringázás, futóversenyre is sor kerül, tehát szeretnénk az aktív sportot is bevezetni a nyárra, és hadd kérek mindenkitől elnézést, de mindig elmondom, hogy mindig jobb az, hogyha a fiataljaink itthon szórakoznak, és nem mennek el 20-30-50 kilométerekre, és lehet, hogy kellemetlen egy-két szombatesti éjszaka, amikor zaj van, amikor jobban viszi a Tisza vize a hangot, különösen erre a városrészre, a központi városrészre, de hát mindenki volt fiatal, mi ezt nem tudjuk megadályozni, nyilván tudjuk szabályozni, de azt kérem a fiataloktól ezúton is, ha nézik, ha egyáltalán meghallgatják, hogy próbáljanak ők is kulturáltan szórakozni, mert nem olyan szép látvány az, amikor vasárnap reggel megyek úszni, és akkor a belvárosi üzletház előtt ott ül valaki éppen telefonját babrálva, de már látni nem látja, és éppen kéri, hogy valaki most már vigye haza, mert már reggel van. Ez is jó, ez is kell nyilván, de úgy hiszem, hogy a kulturált szórakozásnak a helyszíne és terepe igenis legyen Gergőgornya, mert sosem felejtem el azt, amikor már többször elmondtam itt, és mondtam, hogy vásárosnagyomból jöttem, annyit kérdeztem, hogy ja, az van Gergőgornya mellett, tehát becsüljük meg Gergőgornyai értékeinket is, mint ahogy becsüljük meg a Vitkai értékeinket is, oda is megyünk június végén, hiszen 50 éves lesz a Fafaragó tábor, ahogy az előbb már utaztam. Most akartam épp rá kérdezni, ugye, hogy már nagyon mozgalmas időszak van mögöttünk, hiszen tényleg kulturális közösségi rendezvényekben topzódtunk, és hát még az vár ránk, már ugye egy kis előzetes adtál, mi van még, amit szívesen megemlítenénk, amire várjuk az érdeklődőket? Ja, nagyon fontos, hogy a kiállításoknak két terepe van, egyik a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központnak a kiállítóterme, ahol több kiállítást láthatunk, elég, hogyha most csak a baba kiállításig megyünk vissza, vagy a múzeumban a könyvbemutatók, ugye ebből is kaphatunk már izejtőt idén. Aztán a múzeum dolgozója, ahogy mondtam, bemutatták a beregi keresztszemes lehetőségét a mai divatban, de azt is látjuk, hogy itt van június 12-e, ezen a hétvégén ballagás. A ballagással párhuzamosan azt követően kerékpáros versenyre kerül sor, hiszen ezen a délelőtt megmérettetnek a Tour de Vásárosnamény keretében a kerékpárosok. Nyilván ez egy szervezetverseny, lehet még rá nevezni. Aztán este Szerényi Irénkére emlékezünk, gyermekei emlékkoncertet tartanak, Gubik Petra, Janzakata, Nagy Sanyi, Mészáros Árpád Zsolt és persze Szerény Lacika személyében. Ezt bevisszük az Angel Parkba, bent lesz a színpad fölállítva. Ez ugye a kemping, mert sokan nem tudják. Ez a kemping, tehát mindenképpen mondjuk, ha nem kell megérni az elnevezéstől. Ez gyakorlatilag a régi kemping lent a Tiszaparton. Maga a belépés díjtalan, mindenkit várunk nagy szeretettel, és tényleg emlékezzünk mindenképpen szeretettel Irénkére, és volt ilyen jellegű koncert már, amelyet ő szervezett, azt szeretném, ha a szervezésben is méltóak lennénk ahhoz, amit ő produkált. Aztán 24-én két program, Múzeumok éjszakája és a 11. Bicskei emléktorna. Ez is két olyan program, ami mindig itt van a palettán. A sárkányhajót ugye áttettük így július 9-ére, ugye azt követően, amiről szóltam, 7-8-9 júliusban a Bergengócia Fesztivál. 20-án egyeztetünk arról, hogy a Szent István, az államalapító ünnepet, az új kenyér ünnepét egyházakkal fogjuk egyeztetni, és a tartalmasabb családi napot, nem kevernénk össze a kettőt, 26-án valósítanánk meg, majd a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a Felső-Tisza-völgye Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében, persze mindenben számítunk a Bixére. Ezen kívül lesz még két kerékpáros verseny,
augusztusban, ha jól emlékszem, ebből lesz az, amit van, aki szitkozódik, van, aki pedig ma alig válja, amikor nemzetközi verseny, ennek is házigazdái lehetünk, és persze megvannak az állandó kiállításaink, megvan a vadászati kiállítás, megvan a Tomcsányi kastélyban a kiállítás, és közben pedig telnek szépen a mindennapok. És valami készülődik az Ötvös Kúriában is. Így van, és elindultunk az Ötvös Kúriával, mozaikszerűen épp ma volt egy kulturális kerekasztal egyeztetésünk, ahol most már összeraktuk azt, hogy mennyien is foglalkozunk a városban a kultúrával, a művészettel, és láttuk azt, hogy bizony nagyon széles a repertoár. Az Ötvös Kúriában épp ma este ugye az adást követően mi is megyünk le, és meghallgatjuk Anitát. Balkánszky Viktor az, aki összehangolja a kúriában a programokat. Kértük azt Viktortól, hogy lehetőség szerint illeszkedjenek, kapcsolódjanak egymáshoz a programok, ne üssék egymást, ne legyenek egy időpontban. Nagyon szeretnénk azt, hogyha épp amire utaltál, ha egyszer topos forrásból sikerült megújítani az Ötvös Kúriát, akkor ez legyen egy nyitott intézmény, és használjuk ki a lehetőségeit, mind a park adta lehetőséget. Nyilván azt kértem, hogy 16 óra után a Jókai útról legyen zárt, de a Szatmár utca felül legyen nyitott, és aki sétálni akar egyet, vagy pihenni a parkban, azt tegye meg, persze őrizve az állagát, odafigyelve a kertre és az udvarra. Nagyon fontos, hogy itt tényleg egy olyan épület ez, ami több funkciót szolgált, de most találjuk meg együtt a kulturális funkciót, a pihenési funkciót, és egyáltalán örüljünk annak, hogy van egy ilyen épületünk, mert ahogy hallottuk a mai megbeszélésen, van olyan vásárosnemény, aki nem is tudta, hogy vásárosneményben van Ötvös Kúria. Van Ötvös Kúria, Máté Kúria, Tomcsányi kastély, és megvannak tényleg azok az örökségeink, amire oda kell figyelni. Épp az elmúlt héten a Lónyai 200-as évnek a zárásán vettem részt Tuzséron, és azért ott is nagyon nagy dolog az, hogy a vásárosnemény jelzőt azt Lónyai elé mindig oda teszik, és ő is oda tette. Tehát azért vannak kötelezettségeink, és vannak történelmi kötelességeink is. Korábban szerettem volna feltenni ezt a kérdést, de most jutott eszembe, hogy már az elmúlt adásban beszéltünk az óvodai beiratkozásokról, hogy mennyire fogja majd érinteni az, hogy ugye egy új református óvoda nyílik a városban. Ehhez képest a legutolsó testületi ülésen megszavaztátok azt, hogy megemelkedjenek, vagy megemeljétek az óvodába felvehető gyerekek létszámát. Miért történt ez? Köszönöm ezt a kérdést, mert egyrészt már vártam is, másrészt érdekes a helyzet. Az elmúlt héten két óvodai ballagáson voltam jelen, és ott is elmondtam, hogy nem kell aggódni. Tehát azt látjuk, hogy a gyerek létszám jelenleg még növekszik az óvodások tekintetében, és ne ijedjünk meg az intézmények megjelenésétől sem. Azt látjuk, hogy kicsit döcögősebben indult a református óvodának a beiskolázási terve, tehát kevesebben jelentkeztek az óvodába, így ha jól tudom, akkor tagovodaként funkcionál majd, a bölcsődé az rendben van. De a saját dolgunkra visszatérve, ugye a maximális létszám az óvodában 25 fő, ezt maximum 20%-kal tudjuk növelni, azaz 30 fő. A beiratkozások alapján az óvoda vezetése úgy látta, hogy mindenképpen ezt kéri a testülettől, mert ezt hozzá kell járulnia a képviselőtestületnek, és ezért emeltük meg ezt ilyen mértékben 30 főre, abban bízva, hogy azért minket választanak, azért mi is odafigyelünk arra, hogy az önkormányzati óvodában legyen meg minden, és az óvónőink, a dajkáink, a óvodai munkát segítők, gondolok itt a konyhásokra, karbantartóra, mindenki odafigyel arra, hogy a kisgyermekeink érezzék itt jó magukat. De hát kihatározza meg azt, hogy a gyermek hová menjen, a szülő. Tehát a szülőnek kell mindenképpen egy olyan képet mutatnunk magunkról, ami valós, hiszen ha csak a Kresztampályára gondolok, ha csak az udvarra gondolok, szeretnénk átalakítani az udvart egy komoly átgondolt konstrukcióval, mini műfüves pályát kaptak az óvodásaink, újabb játszótéri elemekkel gazdagodott az óvoda, igyekszünk odafigyelni a Vitkei és a Gergely-Gornyai tagóvodáinkra is, akkor egy olyan kép rajzolódik ki, hogy ebből az óvodából érdemes még egy még erősebb rendszert építeni, ehhez pedig gyermekkel, szeretném nyilván megtartani őket, de a szülő döntése az szent, ha a szülő a református óvodába szeretné vinni a gyermekét, akkor vigye. Volt bejárás az óvodában, nagyon szép épület együttes, magam még nem jártam benne, de nagyon sok jót hallottam arról, és én szólítok mindenkinek, aki a gyermekekért tesz valamit. Ugyanis nálunk az óvodában nem lesz létszámleépítés. Ha egy adott csoportban nem lesz meg a általunk várt 30 fő, csak 18 vagy 19, akkor gondolkodjunk el azon, hogy ez baj-e.
tanítóként mondom, ez nem baj. Ez jó, hogyha egy gyerekre több idő jut, egy óvodapedagógus, egy óvónő, egy dajka több időt tud szárni a gyerekére, a gyermekére, a csoportjára, hiszen akkor lesz hatékony a nevelő munkája. Én tanítóként nagyon büszke vagyok arra, hogy akik a Vásárosnaményi Ugornyai, vagy Gergely Ugornyai, vagy a Vitkai óvodából jöttek hozzám, felkészültek voltak. Én nem mondom azt, hogy fél évig lógattam a lábam, és nem kell semmit csinálni, de tisztában voltak azzal a gyermekek, hogy iskolába jöttek, matematikából, testnevelésből, énekből tanítottam őket, öröm volt tényleg az az első két év a gyermeknek is nekem, és aztán ez mindig ismétlődött, tehát volt 10 év öröm, aztán haladtunk tovább, az sem volt boldogtalanság, tehát szépen. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem kell aggódnunk emiatt. Nem kell aggódni, hogy... és akkor nézzük azt, hogy mivel gyarapodtunk még 16-ban, még nem volt bölcsődénk, aztán lett. Benépesült a bölcsődé. Mi is úgy kezdtünk 12-13 gyerekkel a kistérségi bölcsődében, aztán most már váró listánk van. Beindult a Vitkai település részén a két mini bölcső, de rendben van, épül a református óvoda bölcsőde, az is rendben lesz előbb-utóbb. Én azt kívánom, hogy töltsük meg tartalommal, legyenek gyerekek, hiszen mindig elmondom, és már lehet, hogy unalmas, de én akkor is így érzem, hogy a gyermek a jövőnk záloga, adjunk meg mindent a gyermekeinknek azért, hogy boldogan és nyugodt szívvel tudjunk mi is megöregedni, mert akkor van nekünk is időskorunk, ha megvannak a gyermekeink. Van-e valami aktualitás, amiről szeretnél még beszélni? Igen, van. Van. Én nagyon szeretem a környezetet, a természetet, a zöldet, tényleg kerékpározok, gyalogolok, úszok, mozgok, de kicsivel több odafigyelést várna el a városunk önkormányzata a lakosságtól. Mindenki tőlünk várja azt, hogy nyírjuk le a füvet. Mindenki tőlünk várja, hogy tartsuk rendben a várost. Mi ezt megtesszük a magunk módján. De azért egy dolgot ne felejtsünk el. Április 6-án még havazott. Amikor a nyuszigákat kitettük, amikor a tojásfát feldíszítettük, 8-10 centis hó lepte be azt. És akkor május 6-án már mindenki azt kérte tőlünk számon, nyilván joggal, hogy miért nincs még itt lenyírva a fű, ott lenyírva a fű, ide-oda még nem értünk el. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy nekem bárki írhat, messengeren, Facebookon, telefonon felhívat, és ez így van jól. Azt már kevésbé respektálom, hogyha valaki gyorsan dob egy képet valahová ki a netre, és na, így néz ki, ilyen is van. De hát ez a város, ez a miénk, ez nem csak az önkormányzaté. Hadd mondjam el azt, hogy a közfoglalkoztatóti rendszer nélkül ez a város nem tudna ilyen hatékonyan működni, sokkal több pénzbe kerülne nekünk az, hogy egy külső céget kellene fölfogadnunk arra, hogy több millió forintért nyírja a füvet, rendezze a sövényeket, vágja vissza a fákat, és hála annak a négynek, aki fűvágókaszákkal dolgozik, annak a kettőnek, akik tartja a paravánt, és a másik kettő-háromnak, aki pedig próbálja összeseperni a levágott füvet. Mindenhová egyszerre nem érünk oda. Sok a közterület, nagyváros vagyunk, több település résszel, de mindegyik település résznek megvannak a gazdái. Én nem akarok most neveket mondani, de aki messengeren rám ír és figyelmeztet, én nem sértődöm meg ezen, sőt, örülök neki, mert korrekt módon, a nevét vállalva jelezte, hogy itt ezt és ezt látta, ez és ez van, ide még nem értünk oda. Ennek ez lenne a módja, mert figyeljünk egymásra. De azt már nem tartom elfogadhatónak, hogyha valaki szándékosan hagyja a ház előtt megnőni a füvet fél méteresre, méteresre, és akkor mondja a szomszédnak, hogy még most sem vágtuk le. Kérem szépen, lehet venni fűkaszát, le lehet vágni, lehet rendezni mindenkinek a saját területén. Nem akarok most jogászkodni, de jegyző úr szívesen elmondja azt, hogy milyen terület az, ami még nem feltétlen a miénk. Mi odaérünk, segítünk, intézkedünk, de egy kicsit korrektebb eljárást várok el azoktól, akik valamiért tartanak az önkormányzatot. Nyugodtan jelezik, odaérünk, de egyszerre mindenhová nem lehet. Lehet, hogy ez az én hibám, lehet, hogy ez a jegyző hibája, de gyakorlatilag elkapattuk a város lakosságát azzal, hogy eddig mindenhová odaértünk. Látható, hogy vásároltunk olyan tisztítógépet, ami járja a várost, most van vele valami technikai probléma, de járja a várost, az seprőgépet. Az asszonyaink, embereink odaérnek, de hadd mondjak egy számot, 502, nem 136. Igen, erről a múltkor is beszéltünk. És tényleg igyekszünk odaérni, meg hadd mondjak még el egy dolgot, a hulladék kérdése, a szemét kérdése. Országosan is probléma ez, most már van olyan applikáció, amin keresztül be lehet jelenteni, le lehet fotózni, be lehet mérni, hogy hol láttak külterületen bárhol szemetet, és azt belátható időben el fogják majd szállítani. De ennek is van felelőse, és ez nem az önkormányzat. És hadd mondjak még el valamit, hogy továbbra is sokan élnek azzal a lehetőséggel, amelyet egy-két lótartó gazda
idézőjelben mondtam a gazdát, inkább garázda él, hogy bevállalják azt, hogy a adott ház ingatlan megvásárlásakor az ott lévő szemetet majd ők elszállítják. Hibát követel az, aki ebben bízik, hogy nevet nem fogok említeni, mert azért én sem ma léptem le a falvédőről, aki bennük bízik. Ugyanis az a szemét, az a kacat, ami neki már nem kell, nem a kisvárdai szemétgyűjtőbe kerül, hanem ki a város határába, amit aztán majd azon a pénzen kell elhordanunk és elszállítatnunk, amit tudnánk éppen mondjuk egy korszerű játszótér megépítésére is fordítani. Nem egyszerű helyzet. Az a baj ezzel igazából, hogy minden adásban, tehát hogy ez így minden adásban elmondjuk, de lehet, hogy a megoldás mégiscsak az lehetne, ha valamilyen szankciót. Tehát, hogy folyamatosan valamilyen szankciót, és akkor csak történne, mert az a baj, hogy pont azoknak az embereknek nem megy be a fülén, akinek be kellene, hogy menjen. Igen, ez borzasztó nagy probléma egyébként, mert tényleg az erdő tele van szeméttel, építési törmelékkel, káddal. Sittel, mindennel, WC-csészével, igen. Csak az a baj, hogy ezt itt mi mindig, jó persze arra nagyon jó, hogy mi a figyelmet felhívjuk rá, de hogy talán kicsit a szankciók terén. Igen, tehát ezt kell kicsit keményebben, tehát kellene ezt mi jeleztük a közszövetfegyelőinek is, és ők is igyekeznek most már a büntetés szankcióval élni. Ha másképpen nem megy, akkor próbálj meg erről érteni. De összességében... szép végszó. Összességében úgy érzem, hogy Vásárosnemény ezen szemétkérdés ellenére is egy élhető kisváros. Sokszor azt nem veszük észre, és ezt mindig elmondom, hogy miben érünk. És ha belegondolok abba, hogy ezen a héten is pont a jó gyakorlatokról, a fiatalok életének a segítéséről, a fiatalok helyben tartásáról veszek részt egy kerekasztal egyeztetésen, megbeszélésen, akkor látjuk azt, hogy nagyon jó közösségek vannak a városban. Tényleg mindenki figyel a másikra, mindenki próbálja megélni a mindennapokat, és ez nagyon fontos. Olyan programjaink vannak, ami gyakorlatilag minden hétre jut legalább egy-kettő, ahol érdemes ott lenni. És én annak örülök, hogyha nem mindig ugyanazok vannak ott, hanem egyre többen vagyunk ott, mert akkor leszünk igazán élhető kisváros, hogyha tudunk örülni egymás apróságainak, egymás örömeinek, és ezért gondoljunk bele abba, hogy milyen nehéz volt egy ilyen beszélgetést lefolytatni mondjuk másfél-két évvel ezelőtt, amikor a pandémia idején nem tudtunk találkozni, nem tudtunk összegyűlni, kitört a háború, lassan 500 napja dúl az orosz-ukrán háború, segítettünk a menekülteken, és az, hogy egy élhető kisvárosban élünk, azért tegyük össze a kezünket. Nem tudom garantálni azt, hogy hibák nem lesznek, de hibát csak az követel, aki dolgozik, és arról szeretnék mindenkit meggyőzni, hogy a város valamennyi intézményében, valamennyi egyesületében, valamennyi civil szervezetében, az önkormányzatnál, a közös hivatalnál mindenki azért dolgozik, hogy élhető kisváros legyünk, és szóljanak rólunk, és legyünk ott a megye palettáján legalább az első ötben, de legyünk az első háromban. És nekem mondjuk a mindennapjaim erről szólnak, De hát ez így van jól szerintem. Ez így van jó, mert egységben az erő, régi mondás, de akkor is így van, hogy ha meg tudjuk mutatni magunkat, és tényleg az jó, akkor higgyük el mi is azt, hogy jó, hogy itt élünk Vásárosnaményban. Akkor köszönöm szépen, csak szép lett a végére a végszó. Köszönöm az információkat, önöknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép nyarat kívánok, viszontlátásra!